szimulálni, és innentől kezdve kezemmel tudom vezérelni a felületet. Most hogyan tudom elszimulálni azt, hogy én körbe szeretnék menni a város körül? Hát úgy, hogy átmenek a location-be, és beírom azt, hogy Budapest. És hát kérek először is egy ilyen live feedet, azt mondom, hogy oké, ide akarok menni. Mutasd meg, hogy hol vagyok, alkalmazás. Aztán menjünk ide. Átmegy. Amit itt látunk jobb oldalon, ez egy Bing Maps control, az tulajdonképpen egy Silverlight kis alkalmazásnak is felfogható. És akkor itt szépen körbejárom Budapestet, és tegyük fel egy feladat, hogy kidivagolni azt, hogy hogy viselkedik az adban, hogy nagyokat ugrálok ugye az utazás közben, mert nincs az az eszköz, ami ilyen gyorsan tudna haladni egy idő alatt. Ezt a lábodat én kikapcsolom, és megmutatom azt, hogy egy másodpercenként menjen oda, ahova jelöltem. És nézzük meg, hogy hogyan viselkedik az alkalmazás. Reméljük, hogy nem fog elkeresni. Magára hagyom a dolgot, és körbe repülöm Budapestet, és figyeljük meg, ez egy nagyon összetett dolog, ami történik. Ugye egy emulátorban vagyok, az emulátor szimulálja az utazásomat, és az utazás egy felhőszolgáltatással folyamatosan beszélget, és hát bármikor természetesen azért touch inputokat is kapok. Na, hát ennyit egy kicsit a platform nevejéről, meg a produktivitásról.